Sziasztok! A mai alkalommal a változókkal fogunk mélyebben megismerkedni. De mi is a változó? Ha el szeretnénk tárolni valamilyen adatot a számítógépben, akkor változót kell létrehoznunk. A változó rámutat arra a memória területre, ahonnan a számunkra szükséges adatot ki tudjuk nyelni, vagy ideiglenesen oda be tudjuk helyezni. A változókat először deklarálni kell. Vannak nyelvek, ahol a változók deklarálásánál, létrehozásánál azt is meg kell mondanunk, hogy milyen típusú a változó, hiszen ettől függ, hogy mekkora memóriaterületet foglal le a számára. Vegyünk egy hétköznapi példát. Tegyük föl, hogy van egy fiókunk. A fiókunkba pedig zoknikat szeretnénk tárolni. A fiók mérete meghatározza, hogy hány zokni fér bele. A fiókunkat elnevezzük, címkézzük. Ráírjuk, hogy itt találjuk az oknikat. Innentől kezdve a változó neve a, fiók a fiókra írt címke lesz. Na nézzük meg, hogy ez a python hogy működik. A python nem kell explicit deklarálni a változókat, azaz nem kell megadnunk ugye a típusokat. A egyetlen egy követelmény, amire oda kell figyelnünk, hogy azelőtt hozzuk létre a változókat, mielőtt azokat használni szeretnénk. Nézzünk erre egy példát. Írjuk be a final value változót, Ugye elneveztük, az egyenlőség jellel értéket adunk neki, és hát ugye mi lehet a végső kérdésre a válasz? 42. Természetesen természetesen Írjuk Írjuk ki az értéket értéket print print a képernyőre. Látható, Látható, sikerült. sikerült. történik történik ha ha print print után után létre létre a változónkat? természetesen hiba üzenetet kapunk. Tehát nagyon könnyű a Pythonban változókat létrehozni, de a legfontosabb az, hogy még a használatuk előtt deklaráljuk őket. Rendben van. Menjünk tovább. Nézzük meg a konstansokat. A Pythonban sajnos konstansokat nem lehet létrehozni. Egyetlen egy dolgot tehetünk, hogy a Programunk forráskódjában formázással jelöljük, hogy az adott változó konstans, azaz az értékét a többi programozó ne piszkálja meg. Tehát nagybetűvel írjuk azokat a változókat, amelyeknek az értéke konstans, azaz állandó. Létehoztam egy konstant, kírjuk az értékét. De nézzük meg, hogy ugye valóban konstans-e, -e, hiszen ha az lenne, nem lehetne már a létrehozás után az értéket megváltoztatni. Tehát természetesen itt erről szó nincs, hiszen a Python nem támogatja a konstansokat. Fölülírja az értéket. Tehát erre mindig figyeljünk oda, és ha, ha Python kódban nagybetűvel szedett változó neveket látunk, akkor figyeljünk arra, hogy az értéküket ne változtassuk meg. Mivel a Python egy dinamikus programozási nyelv, ezért tetszőleges típusú adatot tudnak a változók eltárolni. Nézzük meg erre is egy példát. Ugye legyen egy célunk, hogy gól, ugye 10. Ezután a jelenlegi értéket értéknek adjuk meg a cél értékünket, majd írjuk fölül a jelenlegi értéket, ugye, ötten, egy lebegőbontos számmal. És írjuk ki, hogy most mi is lesz a jelenlegi értékünk. Látható, hogy öt. Tehát létehoztunk egy gól nevű változót, és egy egész típusú értéket ö, írtunk bele, a tízes számot. Ezután a, a, gól változó értékét beletöltöttük a jelenlegi változónkba, majd a jelenlegi változónkat fölülírtuk egy lebegőpontos számmal, aminek ugye már a típusa float. Ez azért lehetséges, mint már mondtam, hogy a, mivel a Python egy dinamikus programozási nyelv. Ez az egyik szuper ereje a Pythonnak, de mint minden szuper erővel, ezzel is óvatosan kell bánnunk. Ha már a számoknál vagyunk, nézzük meg a plusz egyenlő operátor működését, ezzel is gyakran találkozhatunk Python scriptekben. Ugye hozzunk létre egy myNumber nevű változót, aminek az értéke legyen 6. Ezután adjunk ehhez a változóhoz hozzá 3 és töltsük vissza ugyanebbe a változóba. Ugye ezt úgy lehet megtenni, hogy a my number az egyenlő lesz a my rel aminek ugye már az értéke 6, plusz hozzáadunk 3 -at. Írjuk ki a print függvényjel, és látható, hogy 9 az érték. Ugye ezt meg lehet tenni tömörebben is, ezt a középső sort helyettesíteni lehet a plusz egyenlő hármas értékkel, tehát ez azt jelenti, hogy hármat adunk a my number aktuális értékéhez hozzá. És ha lefordítjuk, ugyanúgy 9-es értéket kapunk. A plusz egyenlő operátor mellett nagyon gyakran találkozunk a mínusz egyenlő operátorral is, ami nagyon hasonlóan működik ehhez. Ugye, ha például a nem number az értéke 20, és ki akarunk belőle vonni 5 -öt, akkor mínusz egyenlő 5, és természetesen ez tovább fokozható, hogy az így kapott értékből is kivolhatunk ugye 3-at. És ezek után, ha kiiratjuk, látható, hogy 12 az érték, tehát helyes eredményt kaptunk. Na most, ugye a változóknak lehet értékük. Ezt néztük eddig meg a videókban. De mi van, amikor nincsen? Néha szükség van arra, hogy egy nagy büdös semmi legyen az értékük, és ez pedig nem más, mint a nan-kúj szó, ami megvalósítja. Sok algoritmus megalkotásánál nagyon előnyös, ha tudjuk, hogy még nem vett föl semmilyen számunkra értékes értéket a változónk. Na most hozzunk is létre egy ilyen változót, ugye írjuk át, hogy my teréből egyenlő nan. Jó? Ha kiíratjuk, akkor a nan szó látjuk a konzolon. Ugye? Ö, Honnan tudjuk, hogy egy változónknak semmi az értéke? Ezt egy if feltétellel tudjuk megvizsgálni. Magáról a logikai feltételekről majd később lesz szó, de nézzük azért ezt meg, hogy hogyan lehet lecsekkolni, hogy egy változónk értéke a nagy büdös semmi. Ugye ezt úgy lehet megtenni, hogy azt mondjuk, hogy if. Tehát hozzunk létre egy változót, természetesen, ugye egy ném változót hozzunk létre, aminek a értéke a nan. Ezután megnézzük az if-el, hogy a ném, ugye is-nan. Tehát ha a ném nan, akkor ugye ki fogjuk írni azt, hogy print. Szia, neve nincs. Szia neve nincs. Tehát a változónk, aminek a neve a ném, egyenlő lett téve a nán értékel, és megvizsgáltuk, hogy valóban az-e az értéke, tehát hogyha ha, tehát az if, ném, is, nán feltétel teljesül, tehát true, igaz értéket kapunk vissza, akkor kiírjuk a konzolra, hogy szia neve nincs. Szuper! Még egy dolgot kell megnéznünk, így a videó végefele, hogy hogyan lehet a stringeket formázni, hiszen erre nagyon sokszor szükség van, akár kis alkalmazások, programok megírásánál is. Ehhez ö, hozzunk léte egy favorite thing nevű. Változót, és e, Tehát ugye a kedvenc dolgunk, vagy kacatunk nevű változót hozzunk létre, és töltsük bele a lámpa ö, szövegértéket. Oké. Okay. Az üzenet, amit meg fogunk most string formázó karakterekkel ö, ö, konstruálni, az a message lesz. Tehát észrehozunk egy, egy message változót, és beleírjuk, hogy a kedvenc... Ö, ö, tárgyam, ugye, a lámpa, de másnak más lenne a kedvenc tárgya, tehát ide egy olyan string formázó karaktert kellene beleírnunk, amiben bele tudja helyettesíteni majd a Python a kedvenc tárgyunkra mutató változónak az értékét. És erre használjuk a százalék s string formázó karaktert, és ezután meg kell adnunk a stringet lezáró idézőjelek után a string moduláló százalékjelet, és megadjuk azt a változót, amit ugye a százalék esbe be kell helyettesítenünk, tehát a kedvenc dolgunkra mutató változót. És ha ezt most nem ne lefordítjuk, ne a, igen, akkor minden nagyon klassz, csak nem írtuk ki a print függvényel a konzolra, tehát print, message, és látható, hogy a kedvenc tárgyam a lámpa. Jó, még egy felkiáltó jelet azért a végére tegyünk, hogy szép is legyen. Tehát a kedvenc tárgyam a lámpa. Rendben van. Természetesen ö, több változót is bele lehet tenni egy szövegbe. Nézzük meg ezt is, hogy ugye kinek a kedvenc tárgya a lámpa. Tehát hozzunk létre egy ném változót amiben írjuk bele, írjunk bele egy nevet, mondjuk Péter, és ugye egy olyan üzenetet akarunk felépíteni, hogy a Péter kettős pont, tehát ugye a ném változó, ami bármi lehet, kettős pont, a kedvenc tárgyam, ez fixen bele van égértve az üzenetbe, és utána a százalék es helyére pedig be fogjuk helyettesíteni a kedvenc tárgyunkra mutató változónak az értékét. Tehát úgy kell átírnunk, hogy százalék kettős pont, ide fog, jön, ide fog bejönni a némváltozó, a kedvenc tárgyam százalékes. És ugye a string, message stringet moduláló százalék jel után most nem egy változót adunk meg, hanem egy n véges vé, listát, ö, egy tapölt, amit ugye úgy, elő az adatípuson, ma még fogunk beszélni, amit az állójelek között kell felsorolnunk ennek a nemű listának az elemeit, ugye, aminek az első része lesz a ném, utána pedig a kedvenc tárgyunk, a mutató, változó. És ha mindent jól csináltunk, akkor tadám, megjelent az üzenet. Azt hiszem, hogy ez a példa jól mutatja a stringek formázásának a lényegét, Persze még számtalan más stringformázó karakter sorozat van, ezeket majd később meg fogjuk ö, talán részletesebben is nézni. Most így a videó végén, ugye számoljuk ki, hogy milyen szintűek vagyunk a Pythonba. Ugye amikor elindult a videó, akkor mi szintünk még csak egyes volt, tehát egyes szintű Python idomátorok voltunk, de most a videó végére ugye szintet léptünk, tehát a plusz egyenlővel a szintünket megnöveljük egyel, majd egy textváltozóba ugye ki fogjuk iratni a szintünket, tehát a szinted egyenlő százalék S, string moduláló, Level és a print függvényel pedig ugye kiírjuk a textet, ami pedig egy string, és megvan, hogy a szintet kettő. Ugye milyen egyszerű? Milyen könnyű elsajátítani a Python? -t? Nagyszerű, elvégeztük a munkát, legközelebb is, legyetek itt velem, sziasztok!